Kéri László rejtőzködő alka, de ez nem azt jelenti, hogy ne ismernék művészetét Vásárhelyen és országszerte egyaránt. Így köszöntötte dr. Kószó Péter alpolgármester a több mint 30 éve itt élő és alkotó festőművészt a Magyar Kultúra Napja alkalmából nyílt önálló kiállításán az Alföldi Galériában. Mi vásárhelyek pedig nem csak befogadtuk, hanem számunkra is nagy megtiszteltetés, hogy László műveivel, művészeti tanácsaival és kiváló meglátásával, páratlan humorával közösségünk részévé vált. Hiszen a vásárhelyi őszi tárlat el sem képzelhető nélküle. Nem csak kiállító alkotóként, a Tornyai plakettet 1987-ben érdemelte ki, hanem a tárlatok szervezésében is nagy szerepet vállal. Kéri László erre az önálló kiállítására úgy válogatott, hogy az érdeklődők az 1980-as évektől egészen napjainkig nyomon tudják követni festői munkásságát. A közel 100 darab nagyméretű, erőteljes színvilágú és zaklatott hangulatú alkotásban az a közös, hogy valamennyi középpontjában az ember áll. Elég bonyolult dolog egy kép. Ha ránézek a képeimre, sokan mondták, hogy túl bonyolultak, hogy egyszerűbb ügyeket szeretik, de hát általában az élet igen bonyolult, és nem tudjuk leegyszerűsíteni olyan könnyen. Így aztán, mivel ezek az életről szólnak valahol, ilyen értelemben kell nézni ezeket, vizsgálni. Kéri Lászlóhoz közel állnak a barokk festő, különösen El Greco manierista munkássága. De P. Szabó Ernő művészettörténés szerint a vásárhelyi festőművész képei Paul Gauguin gondolataival is egybecsengenek, miszerint a művészetnek az a legfontosabb szerepe, hogy három kérdésre keresse a választ. Honnan jöttünk, kik vagyunk és hová megyünk? Koltalanok a képek, mert örök emberi drámákat fogalmaznak újra, ember és ember közötti kapcsolatokat, érzelmi viszonyokat, szellemi mozgásokat és valódi fizikális értelembe vett kölcsönhatásokat. Halhatatlanok a hősök, mert az ős emberi állapotokat élik meg, rokonszenvetés a gyűlöletet, a többiek iránti nyitottság, a befogadás, az elfogadás állapotát és a teljes elutasítását. Arra utalva, mióta ember az ember, mindig is ilyen volt. Kéri László erőteljes érzelmi töltésű alkotásai egészen március 8-áig láthatók az Alföldi Galéria földszinti termeiben.